Hello, sziasztok! Elektromos autó fékezés, ugye, hogy visszatermel most. Nézzük, hogy elindulunk, és ugye látod a fogyasztást, és amikor majd finom, ha elengeded a pedált, akkor ugye egy zöld visszatölt. Ha meg nem nyomod az ekót, mert akkor sokkal több, szóval egy nagyobb fékhatás van. Ugyanezt éled el, nem ekóba is, hogyha finoman nyomod a fékpedált, és ha egyre jobban nyomod a fékpedált, akkor egyre többet tölt vissza. Szóval nem is használja igazából az igazi féket, szóval ezt hogyan hangolták össze, most fékezünk, és ez még mindig a visszatöltésből megoldott energia elhasználás, azaz fékezés. Mutatom még egyszer, és mikor kapcsolunk át, ugyanúgy nyomom a féket, ugyanúgy lassulunk, és a végén muszáj volt neki szerintem a féket használni, de nagyon jól oldották meg. Ugye én ettől féltem mindig, hogy az ilyen teljes most állunk meg, a teljes megálláshoz, hogy mennyire gördülékenyen kapcsol át az egyik fékezési módról a másikra, hogy ugye oké, lesatúzod, akkor fog a fék, aztán megáll a jármű, de amikor ilyen elveszed a gázt, és úgymond motorfék, és ezen az is motorfék, amikor hozzáérsz a fékpedálhoz, és finoman, és mutatja a zöldbe a töltést, az is motorfék, és jön hozzá egy kis normális fékhatás, ahol csiszolod el a fékbetéteket, féktárcsákat, és ezt a kettőt ugye jól össze kell hangolni, de nagyon jól sikerült, mert teljesen megállásig, hogy ezt most igazi fékkel csinálja, vagy ha az ilyen finom megállás meg tudja oldani teljesen generátorból elfékezése, ezt gondolom a szoftver dönti, és ez nagyon-nagyon precízen megvan oldva. Szóval ugye ha megnézed a féket, akkor érezni, hogy ez hideg, illetve csak olyan meleg, mint az egész autó, amilyen meleg a meleg nyár miatt, hogy ezt a féket, ezt tuti nem használtad, de hogyha összekenem ilyen zsíros foltokkal, akkor jobban lehetne látni, hogyha a következő megállóba ezek a kis új lenyomatok nem tűnnek el, már zsíros, hát a te zsírod, ami rajtad van. De látszik, hogy itt nem egy agyonfékporozott dologról van szó. Ezek a pöttyök, ezek megvannak egy ilyen finom visszafékezéses megállás után is, magyarul, akkor ugye nem használod az igazi fékezést, most mindjárt ott vannak azok a kis pöttyök, és megyünk vele egy kicsit, egy annyit, nagyon finoman elindulok, és megállok, ugye előre elindulunk, és nyomjuk neki a visszafékezést. Most lehet, hogy volt egy fékhatás, most hátrafelé is elindulunk, használunk egy kis energiát, és ugyanúgy, nem tudom, hátrafelé változik, vagy visszafelé is kell tudni dolgoznia, ugye? És így is állunk meg, hogy ilyenkor vajon megvannak-e azok a pöttyök, vagy lekente a fékbetét. Szerintem azért beleért a fékbe, mert ott volt egy új lenyomat meg ott. Szóval hozzáér a fékhez azért, de nagyon keveset használ, nagyon ügyesen meg van írva a szoftver. Nincs az, hogyha így finoman mész, hogy energiát vesztesz szinte. Ami elment a csapágyakon, a gördülésen, a guminak az összenyomásán, visszarugózásán, a szélen, a légellenálláson, és kész. Szóval nincs olyan, hogy amit gyorsításra használtál, aztán a fékezéskor elégetett féktárcsa fékbetét formájában rendes autónál, itt visszatöltöd az aksiba. Hát azért van ott töltési veszteség a vezetékeken, a csatlakozókon, a félvezetőkön, stb. Ott van veszteség, de elég jól vissza nyered az energiát, ugye. Itt ez a lényeges, szóval ott a kis fehér csík, ha jobbra van a fehér, akkor fogyasztasz, hogyha balra van a zöld, akkor töltesz, és a fék. Gyorsítás, motorfék, kicsi fék. És ilyenkor meg mindig van vissza. És a fékpedált, ha finoman nyomkodod ésszel az elektromos autón, akkor mindig visszatöltesz, nyersz vissza energiát. Ennyit akartam csak mondani, ha tetszett, ha nem a videó, iratkozz fel. Hello, hello!